Egy egész várost ki kellett üríteni Angliában gátszakadás veszélye miatt. A Valley Bridge melletti védelmi rendszert az elmúlt napok heves esőzései rongálták meg. A helyszínre látogatott a brit miniszterelnök is. Boris Johnson szerint a helyzet súlyos, de stabil. A gáttal komoly szerkezeti probléma van, most arra van szükség, hogy az összes vizet le kell ereszteni. A gátot meg kell javítani, gyakorlatilag újjá kell építeni, jelentette ki Johnson. A több száz fős helyi lakosságot a munkálatok idejére egy közeli iskola tornatermében helyezték el. Az elmúlt hetek hőhullámai utáni heves esőzések miatt az Egyesült Királyság több részén is árvizek pusztítanak. A megáradt folyók településeket öntöttek el, közutak és vasútvonalak váltak járhatatlanná.